engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Önöket, és megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a felkérést egy rövid önvédelmi bemutatónak a megtartására. Komáromi tábornok úr sokféleképpen bemutatta magát a rendezvény elején, mint házigazda. Azt nem említette meg, hogy ugye az RKSZ-nek ő a társadalmi elnöke egyébként, és mi innen van a szoros együttműködésünk. Én a magam részéről a Magyar Karate Szakszövetségnek, ugye ez egyetlen államilag elismert sportági szakszövetség vagyok, az alelnöke, és mint olyan azt tudni kell, hogy a karate Magyarországon a negyedik legnépszerűbb sport egyébként. Én a tömegsportért vagyok felelős, és 40 ezeres tagsággal büszkélkedünk. Egyébként a Honvédelmi Sportszövetséggel van egy együttműködési megállapodásunk is, van is egy közvetlen munkakapcsolatunk. Úgyhogy egy rövid önvédelmi bemutatót fogunk tartani. Én egyébként az interaktív gyakorlatoknak vagyok a híve, úgyhogy utána majd a szünetben egy szendvics keretében tudunk megküzdeni, hogy azt ki egyen meg, vagy ki nem, tehát ott nagyon szívesen állok egyébként a rendelkezésükre. Úgyhogy egy rövid bemutatót tartanánk a kedves barátommal és tanítványommal, Feró Vilmos úrra. Ugye a gyakorlatokat úgy válogattuk ki, és úgy olyan elemeket mutatunk be. Egyrészt nyilván nem gondolom, hogy szeretnének Önök egy több órás szakmai előadást verbálisan itt most tőlem, ezt úgy magam részéről tapasztaltam, hogy már felállni is nehéz volt így a székbe, úgyhogy egy nagyon rövid bemutatót tartunk. Azt kívánjuk bemutatni, hogy milyen egyszerű módszerekkel tudjuk hatástalanítani az esetleges támadót, olyan módszerekkel, amelyek egyébként könnyen oktathatóak is a diákok számára, és nem szükséges sok-sok évtizedes gyakorlás, ami egyébként nyilvánvalóan hasznos lehetne.